Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Február 24-én rendezik meg a harmadik kisteleki zenész és vőfély találkozót. A sportcsarnokban megkezdődtek az előkészületek, a főszervezőket kérdeztük, hogy halad az építés, és van-e még szabad jegy. Február 24-én tartják a harmadik kisteleki zenész és vőfély találkozót. Bélteki Csaba főszervezőt kérdezzük, hogy halad a szervezés, van-e még szabad hely? Hát szabad hely az már január 22-e óta nincsen, mert ott fogyott el az utolsó jegyünk. A betegség miatt ugye visszamondták, lemondták, de még aznap sikerült továbbadni a jegyeket, úgyhogy eladójegy, kiadójegy nincsen. Hát maga a szervezés az hát a finishbe ért, mondhatni. Szerintünk minden úgy halad, ahogy kell. Nagyon nagy segítséget kaptunk Kistelekváros önkormányzatától, illetve itt a kisteleki önkormányzat dolgozóitól, akik itt segítettek nekünk bepakolni, illetve a táncparkettet összerakni. Én azt mondom, hogy teljesen jól állunk, várjuk a szombatot most már nagyon. 600 főre terveztünk, hát egy picit fölé csúsztunk már megint, tavaly se sikerült hozni a létszámot, de most se. Mi lesz a program az eseményen? Hát a program az úgy alakul, hogy 17:30 van vendégvárás, ha minden igaz, hát olyan 18:45-ig szeretnénk, hogyha megérkezne mindenki, bár erre kicsi esélyt látunk, de azért próbálkozunk. Utána a zenekarok, vőfélyek felsorakozása, kimegyünk ugyanúgy, mint tavaly, teszünk egy kört a sportcsarnok körül, elmegyünk hátra, megnézzük a bali étterem által készített ételeket, megkóstoljuk, visszajövünk, és akkor utána hivatalosan polgármester urat megkérjük, hogy nyissa meg a rendezvényt, illetve a vőfélyek zenekarok bemutatkozása következik, és utána vacsora és hajnalig tartó mulatság, ameddig tartunk, addig tart. Tombola sorsolás szerepel a programban. Milyen felajánlások érkeztek eddig? Üdvözlöm a Kistelek TV nézőit, én is, mind ahogy a kedves kollégám is. Elég sok felajánlás érkezett attól függetlenül, de sehova nem mentünk kérni felajánlásokat. Ezt mind önszántukból kaptuk. Fodrászatok, hát sorolhatnám így most fejből, nekem ezt nehéz felsorolni, de hál' Istennek elég sokan vannak és támogatják a rendezvényünket. Szeretettel várjuk a kedves vendégeket, akiknek ez a zene, a lakodalmas zenészek és a lakodalmas zenekarok találkozója, vőfények bemutatkozása, ahogy a kollégám elmondta, és nagyon jó szórakozást kívánunk. Minden évben meg fogjuk szervezni, minden év utolsó, február utolsó szombatján. Sakklub alakult Kisteleken. Ceglédi Dukai Enikő ötletgazda egy hét alatt találta meg a megfelelő oktatót, Lakatos Alfréd személyében, aki szerint a sakk az az öröm, amely életünk végéig elkísér. Új lehetőség érkezett Kistelekre, elindult egy sakklub. Honnan jött az ötlet? Onnan jött az ötlet, hogy mi nagyon szeretünk sakkozni. Otthon a gyerekekkel, egymással. És nem volt semmi lehetőség arra, hogy a gyerekek itt Kisteleken sakkozzanak, ezért elkezdtünk bejárni Szegedre sakkozni. És miután már egy ideje bejárunk Szegedre sakkozni, akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznénk itt a kisteleki gyerekeket, hogy ők szeretnének-e sakkozni. És szerencsére nagyon sokan szeretnének, úgyhogy így indult el ez az egész sakklub ötlet. És hogyan sikerült oktatót találnotok, aki segít itt a gyerekeknek a fejlődésben, a sakkozásban? Nagyon nagy szerencsém volt, feladtam egy hirdetést kisteleki fórumokon, hogy sakklubhoz oktatót keresünk, és Frédi jelentkezett erre a hirdetésre. Többen is jelentkeztek szerencsére, de őt találtuk a legalkalmasabbnak erre a pozícióra, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsém volt, és gyorsan történt ez a dolog. Egy hétszerre rá, hogy feladtuk a hirdetést, mert meg is találtuk őt. Ha valaki szeretne csatlakozni, hogyan teheti meg? Kit keressen? Milyen napokon van edzés vagy gyakorlási lehetőség? Hogyan működik?
Most van a legelső alkalom, ez csak egy ismerkedős, találkozós alkalom, úgyhogy még bárki jöhet, bármikor becsatlakozhat, nincs lekésve semmiről. Minden pénteken 2-től 4-ig az általános iskolának az új könyvtár részében lesznek ezek az edzések, játékok. Ide kell majd jönni. A telefonszámomon, e-mailbe, vagy csak jöjjön el péntekenként az edzésekre, bármilyen formában be lehet csatlakozni. Nagyon szívesen adok én segítséget, de hogyha bárkit megkérdeznek itt az iskolában, akkor ők is tudnak segíteni. Ez csodálatos dolog a sakk. Mindig meghatódom, amikor a sakkról van szó. 5 éves koromban édesapám tanított megjátszani. Ez egy fantasztikus élmény volt, és egész életemet kitöltötte. Úgyhogy azt tudom mondani mindenkinek, hogy aki 5 éves korában megtanul sakkozni, az élete végéig akár 100-120 éves koráig is fog tudni sakkozni. És azt kívánom mindenkinek a jelenlévők között is, hogy életük végéig tudjanak majd úgy játszani, hogy az mindig kreatívan, és mindig a boldogság örömét tudja nekik elhozni. Ez a játék a boldogságról szól. Ha valaki boldogan játszik, örömmel játszik, akkor már mindjárt egy nagyon jó játékot kapott. Ez nem csak játék, egyébként sport is. 2024-ben itt lesz a sakkolimpia Magyarországon. Ez egy fantasztikus élmény lesz. Több ezren lesznek itt, és mi Magyarország a Fidesz 100. évfordulóján fogadhatjuk a különböző nemzeteknek, mint egy olvasztó tégelyeként ezeket a játékosokat, úgyhogy nagy-nagy örömmel készülünk erre, és itt is ennek megfelelően szeretnénk a kisteleken is hasonlóképpen a gyermekeknek egy olyan élményt, vagy egy olyan boldogságot tudnánk biztosítani, amely ennek a sportnak a szépségét és örömét biztosítja. Egy olyan játék, amiben van, aki nagyon kezdő, van, aki viszont már nagyon profi. Hogyan tudjátok ezt megoldani, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki gyakorolhasson, tanulhasson? Igen, pont erre jó most ez az első alkalom, hogy felmérjük a szintet, mert tényleg van, aki még egyáltalán nem sakkozott, és azért jön ide, hogy megtanuljon, és van olyan, aki már versenyekre jár, és nagyon ügyesen sakkozik. Ezért most felmérjük a szintet, két csoportra fogjuk venni a gyerekeket, az úgymond kezdőket, akik most tanulnak meg, úgyhogy ha valaki szeretne sakkozni, jönni, tanulni, nyugodtan jöjjön, mert vannak ilyenek, és vannak a haladók, akik már versenyre járnak, ők külön csoportban lesznek, és valószínűleg lesz egy apukák sakköre, vagy egy idősebbeknek való sakkozókör, mert igény van arra is, hogy úgymond az apukák is eljöjjenek sakkozni. Azt még nem tudjuk jelenleg, mikor lesz és milyen formában, de ők is jöhetnek nyugodtan. Milyen kedves történet jut eszébe a sakkról az élete folyamán? Ez egy nagyon jó kérdés. Az egyik legkedvesebb élményem az volt, amikor fejben megtanultam játszani, és itt most mai napon is már tanultak a gyermekek fejben játszani, és az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor szőlőszüretelés közben fejben játszottam egy iskolatársammal, amikor egy középiskolában őszi szüretre kellett menni, és az őszi szüreten ugye egymás mellett lévő sorokban, hárommal arrébb lévő sorban volt az én egyik sakkozó társam, és fejben játszottunk tábla nélkül, és közben szüreteltünk. És hát egy idő után sajnos az osztálytársaim azok megunták, hogy huszár F6 és futó G5, és ezért megfogták az összes szőlőt, ami nálunk volt, és a fejünkre borították, és megkergettek bennünket, hogy hagyjuk abba a fejben játékot. Hát én azt gondolom, hogy aki fejben tud játszani, az én fejben szimultánt szoktam adni két táblán. Gyermekkoromban még 3 táblán is játszottam, ma már csak 2 vállalok, de most is majd fogok itt is mutatni egy olyat, amikor fejben játszunk, és teljesen által a táblának és ennek megfelelően szimultán partit, tehát mondjuk 2 táblán. Én csak 2 táblán tudok adni fejben játékot. Ide Kistelekre csak kistelekieket várnak, vagy más településekről is érkezhetnek sakkozók? Hát ez egy csodálatos hely Kistelek, itt van Ópusztaszer mellett, nem is kell mondanom, hogy az ország közepe. Ennek megfelelően egy szépen fejlődő város,
itt nagyon sok minden megtalálható, sport, művészetek, és ezeknek egy nagyon szép színfoltja lehet a sakk is, amely egy olvasztó tégely a művészetek és a sport területén, mindenhol logikára és mindenhol taktikára és minden más egyébre van szükség. A sakk adott esetben ez biztosítja mindenki számára. Egy logikus olyan dolgot, amely adott esetben segíti őket az életben. Sokan jelentkeztek már Kisterek környékéről is, hogy szeretnének itt játszani, és egy sakkcsapatot szeretnének létrehozni. Jelentkeztek Szatymazról, Pusztaszerről, és hát innen Kisterekről is, mint ahogy lehet látni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó olvasztó tégely lesz, és egy új színfoltja lesz a Kisterek kulturális életének. Makra András kerekítő foglalkozást tartott a Kipkop gyerekházban. A játékos alkalomra a legkisebbeket hozták el a szülők, ahol a farsanghoz, tavaszváráshoz kapcsolódó népi mondókák és dalok, táncok segítettek a kicsik fejlődésében és a szülőkkel való boldog együttlétben. A Kipkop gyerekház is megtartotta a farsangi rendezvényét. Milyen programok voltak, mekkora volt az érdeklődés? Az idei évben az első nagy rendezvény a Kipkop gyerekháznak a farsangi mulatság volt, ami most februárban került megrendezésre. Ezen a rendezvényünkön a gyerekek és a szülők a farsangi mulatságokhoz híven farsangi jelmezekbe bújtak. A jó hangulatról Makra András kerekítő foglalkozása gondoskodott, ő zenélt nekünk, és együtt énekeltünk, mondókáztunk vele. Előkerültek a népi hangszerek is, a hegedű és a koboz, és ezzel kísérte András a vidám mulatságot. Miután kimulattuk magunkat, azután következett a 10 órai, amelynek a megkoronázása a szülők által sütött házi sütemények voltak. És ezt követően pedig a játszószobában játszottunk mindenféle játékokkal, amik megtalálhatók a Kipkop gyerekházban. Azt láttam, hogy minden gyerek oldott hangulatba került, és mindenki megcsodálta a másik gyermek jelmezét, illetve a szülők is beöltöztek, úgyhogy egy igazán jó hangulatú rendezvény volt. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan jelentkeztek, és közel 30 gyermek és szülő vett részt ezen a rendezvényünkön. Ez az egész program, ami itt az anyukáknak és az apukáknak, és leginkább a kisgyerekeknek szól, ez a kerekítő névre hallgat, ez egy nagyon régi 15 éves program, amit Pesten találtak ki, és azóta már országosan több száz helyen lehet rájárni foglalkozásokra. A kerekítő.hu-n meg lehet találni mindent róla, hogy hol található a környékünkön foglalkozás. Igazából nem foglalkozásnak, hanem egy közös együtt éneklés és játéknak tervezték el ezt az egészet, és mi úgy is próbáljuk megcsinálni. Alapvetően népi játékokra hagyatkozunk, amiket régen annak idején otthon az anyukák, a nagymamák játszottak a gyerkőcökkel, és mindig az együtt éneklés, az együtt mosolygás és az együtt játék, és hát persze mellette a benne lévő készségfejlesztés és fejlődés a gyerkőcök számára, de alapvetően arra próbálunk hagyatkozni, hogy az éneklés, a játék, a mondóka és a közös együttlét az mindig a leghatékonyabb és a legnagyobb boldogságforrás a gyerkőcöknek és az anyukáknak is. A legmegnyugtatóbb az anyának az ölelésében, a nagymamának, az apukának az ölelésében együtt játszani és mosolyogni velük. Úgyhogy ezt a kis varázslatot próbáljuk meg minden délelőttönként becsempészni itt is a gyerekházban a szülőknek és a gyermekeknek az életében. És hát ez az a foglalkozásfajta, amit én tartok, az egy kicsit a tippentős, az a neve, és itt alapvetően már táncos motivumokat is behozunk azért, hogy egyértelműen ritmuskészségük jobban fejlődjön majd a gyerkőcöknek, de itt is pontosan arról van szó, hogy a magyar népi kultúrának olyan fontos része a népi játék, a népi tánc, a népdal, az ének és a mondóka, hogy enélkül szerintem nem lehet elmenni a mai rohanó világunkba, és erre szükség is van minden kis manókának. Úgyhogy megpróbáljuk ezt egy ilyen 3/4 órában belesűríteni, hogy szép és boldog és vidám és mosolygós napjuk legyen a kisteleki gyerkőcöknek. Sok szeretettel várunk mindenkit ide a foglalkozásokra, hogyha van kedvük, csatlakozzanak. Hogyan működik a gyerekház? Gyerekházunk 2009 óta
működik itt Kistelek városában, a fenntartó Kistelek város önkormányzata, és minden hétköznap munkanapokon nyitva vagyunk 8 és 12 óra között. Azokat a gyermekeket várjuk, 0-tól 3 éves korosztályú gyermekeket, akik még otthon vannak, tehát nem járnak bölcsödébe se és óvodába se, és így el tudnak jönni a szülők kíséretében. Ezeken a napokon, amikor eljönnek, lehetőség van szabadjátékra, van egy nagyon szép játszószobánk, tele mindenféle játékkal, autókkal, babákkal, kiskonyhával, itt tudnak szerepjátékozni, illetve fejlesztő játékaink is vannak. Ez az első olyan közeg a kisgyermekek életében, amikor az otthonból kilépve kortárs csoportba kerülhetnek, és nagyon jó, hogy meg tudják tapasztalni ezt még a biztonságos hátteret adó szülő jelenlétében. Sok-sok tapasztalat van, visszajelzés a szülőktől, akik rendszeresen jártak a Kipkop gyerekházba. Amikor bölcsödébe, óvodába indult a gyermekük, akkor sokkal könnyebben vették ezt az akadályt, és könnyebben illeszkedtek be, hiszen már ismerték azokat a kis apró szabályokat, amik egy ilyen új közösségben előírtak. Például 10 órai előtti kézmosás, leülés az asztalhoz, ott elfogyasztani a 10 órait, vagy hogyan osztozkodunk éppen a közös játékokon, hogyan állunk sorba a kis csúszda előtt, és megvárjuk, hogy a társunk előttünk lecsúszon, és ezek mind-mind megkönnyítik a későbbi közösségbe való beilleszkedést. Milyen programokat terveznek az idén megvalósítani, kiket várnak ezekre a programokra? Sok programunk van, amit tervezünk, és minden évben meg is szoktak valósulni. Idén a következő nagy programunk a húsvéti készülődés lesz. Elsősorban gyerekházba járó gyerekeket várunk a szüleikkel együtt. Tervezünk húsvéti kézműveskedést is, és ha minden igaz, akkor remélem összejön, hogy nyuszi simogatásra is lesz lehetőség. Következő nagy rendezvényünk augusztus végén szokott lenni, egy nyári családi ünnep. Ide is szintén a gyerekházas szülőket várjuk elsősorban, de ilyenkor lehet jönni bárkinek. Ekkor kerül sor mindig az óvodába, bölcsödébe induló gyermekeink elbúcsúztatására, és ez egy igazi családi nyári program szokott lenni. Ilyenkor jönnek apukák, anyukák, akár nagyszülők is, mert ezt mindig vasárnap délutánra tervezzük, és ilyenkor sok-sok kézműves asztallal várjuk a gyerekeket, és mivel ez egy szabadtéri program, ezért ilyenkor van lehetőség kinti szabadtéri játékok használatára, ilyen kis horgászós lehetőség is van, vagy célbadobás, tehát minden a kis motorozás, minden olyan, amiben a gyerekek a kis mozgékonyságokat is kipróbálhatják, és miután elbúcsúztatjuk a gyerekeket, énekelünk egy picit, és szokott lenni egy finom bográcsos kis vacsora, és ezzel zárjuk mindig ezt a napot. A Virabel Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 209 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében építési betontermék gyártására irányuló fejlesztés valósult meg, a szolgáltatás színvonalának emelése, kapacitásbővítés, valamint ökológiai lábnyom csökkentése érdekében. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program, GINOP plusz 1.2.1 kötőjel 21, a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztésének támogatása című program keretében valósult meg. A projekt kezdő dátuma 2021. október 13, befejezésére pedig 2023. október 12-én került sor. A beruházás megvalósítási helyszíne 6760 Kistelek 080/161 helyrajzi szám. Az elnyert 209 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével a társaság 3 darab magas technológiai színvonalat képviselő eszközzel fejlesztette és bővítette meglévő vállalkozását az építési betontermék gyártása területén. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, az építőipari tevékenység működtetéséhez.
A fejlesztés eredményeként a társaság képes ellátni Kistelek és Csongrád-Csanád megye területén a folyamatosan növekvő építkezési munkafolyamatokat. A beruházásnak köszönhetően a vállalat akár 36 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosítani tudta a szakmai fejlődés lehetőségét. A stratégia és üzleti tervezéshez, valamint a marketing és márkaépítéshez kapcsolódó tanácsadás megfelelő alapot biztosított a projekt keretein belül beszervezett eszközök piaci hasznosítására. A vállalkozás által igénybe vett képzés a munkavállalók hatékonyabb munkavégzését teszi lehetővé. A Vágmix Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 207 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében építési terület előkészítésére irányuló fejlesztés valósult meg, a szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitás bővítése ökológiai lábnyom csökkentése érdekében. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program GINOP Plusz 1.2.1 kötőjel 21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztésének támogatása című program keretében valósult meg. Kezdő dátuma 2021. november 4-e, befejezésére pedig 2023. október 26-án került sor. A beruházás megvalósítási helyszíne 6760 Kistelek 080/161 helyrajzi szám alatt található. Az elnyert 207 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével a társaság magas technológiai színvonalat képviselő eszközökkel fejlesztette és bővítette meglévő vállalkozását az építési terület előkészítése területen. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, az építési tevékenység működtetéséhez. A fejlesztés eredményeként a Komacsu lánctalpas kotrógép, Komacsu rakodógép, Husqvarna bontórobot, Komacsu MIDI kotró, aggregátor és a Komacsu gumikerekes kotrógép segítségével a társaság képes ellátni Kistelek és Csongrád-Csanád megye területén a folyamatosan növekvő építési folyamatokat. A beruházásnak köszönhetően a vállalat akár 25 darab munkahelyet tud megőrizni, és munkavállalóinak képzés igénybevételével biztosítani tudta a szakmai fejlődés lehetőségét. A marketing tanácsadás és márkaépítés megfelelő alapot biztosított a vállalkozás marketing céljainak meghatározásához, a stratégiai tanácsadás keretében pedig a vállalkozás hosszú távú fejlődési lehetőségei kerültek feltérképezésre. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben a Zorobábel Alapítvány szervezte előadáson Tóth Ádámtól megtudhatjuk, kié a testünk, és megtekinthetik a téli teremdadargó bajnokság 10. fordulójának egyik gólgazdag mérkőzését. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!